Megkezdhették szeretteik temetését az új-zélandi mészárlásban meggyilkoltak rokonai. 5 nappal a terrorcselekmény után gyászolók százai gyűltek össze Christchurch sírkertjének muszlimok számára kialakított részén az első szertartásra. A családok türelmetlenül várták, hogy mikor temethetik el végre szeretteiket. Az iszlám vallás előírásai szerint ugyanis a halottakat a lehető leghamarabb a földbe kell helyezni. I have had an update that we have had sushi. A hatóságok eddig 30 áldozatot azonosítottak, így őket kiadhatjuk a családjuknak. Tudom, hogy az eljárás rendkívül lassúnak tűnik, de én láttam, hogy mi mindent kell ehhez elvégezni, és biztosíthatom a rokonokat, hogy a hatóságok nagyon keményen dolgoznak, mondta az új-zélandi miniszterelnök. Országszerte hakával, azaz hagyományos maori harci tánccal és közös énekléssel emlékeznek Új-Zélandon a múlt pénteken elkövetett merénylet áldozataira. Egy szélső jobboldali ausztrál férfi imádkozó embereket gyilkolt halomra 2 mecsetben. A vérfürdőben 50-en haltak meg, és több mint 30-an megsebesültek. A tettest nem sokkal később elfogták. A Szigetországban hozzávetőleg 50 000 vallásos muszlim él.